Nem vagyok benne biztos, hogy egyből felismernétek, hogy pontosan hol is állok, de mögöttem ez itt a Paksi atomerőmű egyik éppen jelenleg is működő reaktora, mögöttem pedig maga az atomerőmű. A mai videóban az MVM-nek hála bejárhattuk a Paksi atomerőművet. Bemehettünk a reptérnél is szigorúbban őrzött reaktor közvetlen közelébe, saját kezemmel foghattam egy valódi friss üzemanyagkazettát, és választ kaphattunk minden kérdésünkre, mint hogy hogyan is működik egy atomerőmű, vagy éppen mennyi sugárzást kap a testünk a reaktor közvetlen közelében. Korán reggel indultunk útnak, célunk Paks, az ország egyik legőrzöttebb létesítménye, az atomerőmű. Hamarosan védőruhát húzunk, és egy alapos átvizsgálás után bemehetünk oda, hova minden túlzás nélkül csak nagyon kevesek. Előtte azonban a látogatóközpontban beszélgetünk egy keveset, kiderítem, tulajdonképpen mi is az atomenergia alapja. Szerintem kezdjük az egészet onnan, hogy hogyan működik egy atomerőmű. Nyilván, hogyha az ember kicsit utána néz, akkor ezt el tudja olvasni, viszont szerintem nagyon-nagyon sokan abszolút nincsenek abban tisztában, hogy igazából az atomnak melyik részéből, meg hogyan lesz ára, meg hogyan képződik az energia. Szóval tudsz erről egy kicsit mesélni? A Paksi atomerőmű Magyarország egyetlen atomerőműve, 2000 megawatt összteljesítményével az ország közel áramellátásának közel felét biztosítjuk. A majd későbbiekben bemutatott urándioxid pasztillák adják ugye az üzemanyagot. Az üzemanyag kazettákban pálcák vannak elhelyezve, ezekben találhatóak ezek az urán-dioxid pasztillák, és ugye magasodás révén ezek nagyon nagy hőt tudnak termelni. És ezt az energiát aknázunk mi ki a reaktorainkban. Magát az áramelőállítást tehát közvetlenül a hőnek köszönhetjük, nem az atomoknak. A különbség a hagyományos erőművekhez képest az, hogy itt nem például foszilis, tehát nem megújuló fűtőanyagok égetéséből keletkezik a hő, hanem az urándioxid atomok maghasadásából. Ez a hő vizet melegít, amit egy zárt rendszerben szivattyú továbbít egy gőzfejlesztőbe. Ott az úgynevezett primérköri víz közvetlen érintkezés nélkül átadja energiáját a szekunderkörben keringő víznek, amiből gőz keletkezik. Ez a gőz hajtja meg a turbinákat, amik forgási energiája termeli az elektromos áramot. Ott látható a reaktorcsarnok, oda fogunk majd nem sokára bemenni, illetve pontosabban a friss üzemanyag tárolóba. Majd pedig itt van a blokkvezénylő, innen irányítja igazából az erőmű üzemviteli személyzete a blokkoknak a működését, szabályozását, itt történik. És az pedig ott egy élőkép? Igen, az egy élőkép, ott látható a reaktor maga, tehát ott a hármas blokki reaktor pódiumot láthatjuk a háttérben. Nagyjából megértettem a működést, mehetünk be. Ami először szembe tűnt, az a hihetetlen biztonsági protokoll. Ennek részletei szigorúan titkosak, legyen elég annyi, hogy még a repülőteres forgatásunk során sem találkoztunk olyan komoly átvizsgálással, mint itt. Ez persze nem véletlen. Nukleáris anyagok védelme és minden túlzás nélkül a fél ország áramellátása a tét. A belevetelnek meg a biztonsági protokollatnak a 90%-át abszolút nem mutathatjuk biztonsági okokból. Viszont, hogy nagyjából lássátok, hogy milyen elképesztő protokollok vannak itt erre a dologra, és megpróbálom szabályosan végigcsinálni azt, ahogyan át kell majd jönni, tehát már át vagyok öltözve, és ez itt a szennyezett rész, ez pedig itt a tiszta rész. Tehát úgy kell átvennem például a cipőmet, hogy ide leülök, és átrakom a lábamat, de nem rakhatom le a földre sem, mert az ott már szennyezett föld lehet, tehát az frissen kirakott cipőbe beleteszem egyből a lábamat. A másik lábamat is lerakás nélkül, de beteszem. Ezt a papucsot, ezt pedig ide berakom, mert ez egy használt papucs, hiába az egy tiszta rész, de ettől függetlenül már használt papucs, és kiveszek egy sapkát. Ez biztos nem sapka, de most úgy hívtuk. És felveszem. És felveszem. Mehetünk. Ettől a pillanattól kezdve más sem járt a fejemben, mint hogy micsoda filmes díszletek közé kerültünk. Végtelen folyosók és védőruhás emberek tucatjai között én már a helyen lefelé kapuját kerestem. Most a Paksi atomerőmű primérkörének a folyosóján vagyunk. Most fogjuk fölvenni az elektronikus dózismérőnket, és elindulunk befelé a friss üzemanyag tárolóba az egyes kiépítésre. Ez a dózismérő, ez az a csipogós... Igen, ez itt a kezemben látható kis elektronikus doziméter, ez fogja mérni az utunk során, hogy mennyi sugárzás ér minket.
Ennek a masinának az elődjéhez köthető az a retegett ketyegő hang, ami a radioaktív sugárzást mérte. Ez azonban már modern eszköz, naplózis. Nagyon kíváncsi vagyok, vajon mennyi sugárzást szedek össze a bentétem alatt. Beértünk ide az egyes kiépítésre, a lépcsőházba most egészen a csarnokig fogunk menni, ahol is a friss üzemanyagtárolót fogjuk látogatni. Megismerkedünk a kazettákkal. Egy végtelen lépcsőház és hosszas folyosok után, amiket biztosan eltévednék, végül megérkeztünk. Itt jobb kéz felől mellettünk látható a reaktorpódium, és ugye itt a kijelölt sávokon célszerű haladni, mivel ugye láthatod, hogy elég sok kiegészítő berendezés, munkaeszközök vannak itt-ott-amott elpakolva, úgyhogy tényleg itt szigorúan fontos betartani az előírásokat, meg a vonatkozó szabályokat. Hogy... Egészen döbbenetes egyébként, hogy milyen monumentális, ez kintről a látogatócsarnokból nem jött át, hogy mekkora méretű az egész egyébként. És hogy mekkora méretű berendezésekkel dolgoznak itt a kollégáink, ugye, csarnoki daru, nagyobb emeléseket azzal végzik a kollégák, hát ugye azért ennek is van szép mérete, nem tudom, találkoztál-e már ekkora darúval? A válasz nyilván nem, de nem ez volt az egyetlen meglepő, ha körbenéztem a hatalmas csarnokban. Jól értelmezem a dolgot, hogy ebben a csarnokban kettő ilyen reaktor van, vagy igen. Kettő ilyen, mert hogy igazából itt kb. Szimmetrikus, ha majd tudom, ugyanazt látom itt, és igen, a másik igen, oldalon. Igen. És micsoda az? Na, jó dolgot szúrtál ki, erről még később majd több szó is fog esni. Ez a kiégett üzemanyag kiszállításnak a kulcseleme, a C30-as konténer, ugye nevéből adódóan 30 darab kiégett üzemanyag kazetta tárolására és szállítására alkalmas. Aha. Hát ugye láthatod, hogy ez egy elég robosztus és masszív szerkezet. Vasúton szállítjuk ki egyébként a kiégett kazetták átmeneti tárolójába, ahova majd a későbbiek folyamán kimegyünk. Friss meg kiégett üzemanyagkazetták. Újabb két fogalom, ami elsőre nem sokat mond, de tekintsük most rájuk úgy, mint egy ceruza elemre, ami hajtja a berendezésünket. Belsejükben jön létre a maghasadás, ami az energiát képezi. Amikor azonban elfogy az életciklusuk, nem dobhatjuk csak úgy el őket, mert sugároznak. 4-5 évet töltenek a kiégett kazetták pihentető merencéjében, ahonnan aztán C30-as konténerekbe kerülnek, majd elszállítják őket. Helyettük friss kazetták érkeznek vasúti vágányokon. Tehát ez a vasúti beszállító folyosó, amit itt lent láthatunk, itt érkezik be a friss üzemanyag is, aminek az üzemanyagtárolónak közvetlen nyílása van a beszállító folyosó fölött, és így egyből oda tudják darúzni a kollégák a beérkezett friss üzemanyagot. Érkezéskor a friss üzemanyagtárolókba kerülnek a kazetták, ezek egyikébe is bemegyünk, de csak egy újabb biztonsági öltözködés után. Mellettünk munka folyik, de azt már meg sem próbálom érteni, mi történhet, igyekszem felfogni azt, amit kell. Tucatnyi üzemanyagkazettát mutatnak Ákosék. Egyszerre 349 ilyen kazetta dolgozik egy reaktorban, a felhalmozó stratégiai tartalékból pedig az erőmű 2 éven keresztül képes lenne teljes kapacitáson üzemelni. A kezemmel érintem éppen az egész atomenergia gyakorlatilag lelkét, ez egy friss üzemanyagkazetta, ez az, ami egyébként nem soká az egész atomerőmű egyik legsugárzóbb dolga lesz, mert hogy most még stabil állapotban vannak benne az atomok, viszont utána ezekből lesz a maghasadás, vagy ezeknek a maghasadása fogja azt az energiát képezni, ami aztán igazából az atomenergiát előállítja. Úgyhogy gyakorlatilag most még nyugodtan pihen ez a kis rúd, viszont hát X időn belül egész, nem tudom, fél Magyarországot el fogja látni. A kazetták ilyen mérácsformákba kerülnek a reaktorokba, ezután kezdődik meg bennük a nukleáris folyamat, innentől számítanak sugárzónak. A reaktoronkénti 349 kazettából 312 üzemi és 37 darab úgynevezett szabályzó kazetta van. Akadnak még, akik tartanak az atomenergiától, de a mai technológia mellett ez már felesleges. Ezer meg egy biztonsági protokoll között, például ha üzemzavar van, a szabályzórudak automatikusan beesnek az aktív zónába, és pár másodperc alatt leállítják a láncreakciót, vagyis leáll a teljes reaktor. De az is a biztonságról árulkodik, hogy ami odabent sugárzó atomenergia üzemanyag, azt nem sokkal előtte a kezemmel simíthattam anélkül, hogy bármitől is tartanom kéne. Na de kifele vesszük az irányt, még egy megállónk van, amit megnézhetünk, de az már a csarnokon kívül esik, így egy visszasétálás és a protokoll visszafele eljátszása következett, kiegészítve azzal, hogy legalább 3-szor kellett átestünk sugárszennyezettségi vizsgálaton, nekünk is, és az eszközeinket is alaposan átvizsgálták. És
egy újabb kapu, ami át kell menni. Ez már a harmadik egyébként, amióta kijöttünk, csak ez a legérzékenyebb, ha minden igaz. De most be kell jönnöm, és fú, hát itt most mindent is kell csinálnom. Kérem, eljön a detektorral. Kérem, közelebb. 3, 2, 1. Kérem, forduljon meg. Egyszerre tetszett és ijesztett meg a fura mérőgép, de szerencsére az eredmény tiszta lett, és a nálam levő doziméter is végig nullán állt. Az utolsó fázis következik, a kiégett kazetták elhelyezése. A már említett egységek a C30-as konténerekben pár száz méterrel az erőmű mellett álló KKAT, vagyis kiégett kazetták átmeneti tárolójába kerül, ami nem is annyira átmeneti, mint elsőre hangzik. 50 évig tárolhatók itt az elemek, ami azt jelenti, hogy az objektum 1997-es átadása óta még bőven csak befogadó egységként üzemelt, bár szükség lesz a kazetták végleges tárolására egy másik helyszínre, bőven van még idő megoldani a problémát. Az ideiglenes objektumnak pedig jelenleg is épül egy új csarnoka, ahova be is kukkanthattunk a folyamatok közben. Ezután nincs más hátra, mint visszamenni az irodába, összegezzük a történteket. Ugye nagyon fontos itt nálunk az atomerőműben, hogy a kollégák megfelelő, illetve a munkavállalók megfelelő oktatásokon, képzéseken vegyenek részt. Én is már több ilyen oktatáson részt vettem. Ezután vannak még következő szintek, attól függ, hogy ki milyen területre helyezkedik el. Szerintem maximálisan megéri ezeket a képzéseket elvégezni, illetve itt munkát vállalni nálunk, mert ahogy ugye láthattátok ti is, itt a nap során ez azért egy elég egyedi, unikális munkahely, ahol felelősségteljes és mégis nagyon fontos munkát végeznek az emberek. Egyetlen dologról nem beszéltünk ma még, az pedig Ákos személye. Megkérdeztem, mit is dolgozik pontosan és hogyan került ide. Feltételezem, hogy 1001 pozíció van. Mit csinálsz pontosan? Igen. Hát nem úgy olyan régóta. Igen, nem is olyan régóta a nukleáris hűtőanyag üzemvezetőjeként tevékenykedem. Igazából ez, hát hogy nagyon röviden fogalmazzak, annyit jelent, hogy a mi üzemünk kezeli a már említett üzemanyag kazettákat. Hogyan kerültél ide? Legelőször úgy jött ez a dolog, hogy vagy egyetemi időm utolsó évében kerestem szakmai gyakorlatos helyet, és akkor hát kézenfekvő volt a lehetőség, hogy itt az atomerőmű. Nagyon megörültem, hogy az MVM-nek egy WhatsApp nevezetű gyakornoki programja meg volt hirdetve az interneten. Én rá is kerestem, és láttam, hogy van lehetőség a Paksi atomerőműben, a karbantartási igazgatóságon szakmai gyakornoki pozíciót vállalni. Ez egy nagyszerű lehetőség volt, a szakdolgozatomat is itt írtam, és utána egyébként, amikor elfejeztem itt a gyakornoki munkámat, a karbantartási igazgató úr felajánlotta, hogy ha végzek az egyetemmel, lediplomáztam, akkor utána keressem meg. 19-ben jöttem ide az erőműbe, nem ez volt az első munkahelyem az atomerőműben. A karbantartás egy más területén dolgoztam előtte. Szintén a karbantartási igazgató tavalyi évben délután otthon ültem, és egyszer csak csörgött a telefonom, fölvettem, az igazgató úr hívott, és mondta, hogy hát lesz egy kisebb szervezeti változás, és éppen üzemvezetőt keresnek a nukleáris hűtőanyag üzem élére, és akkor mondta Attila, hogy hát rám gondolt. Először így lesokkolódtam, de mindig szerettem a kihívásokat, és úgy gondoltam, hogy élek a lehetőséggel, meg is ragadtam. Így lett Ákosból néhány év alatt üzemvezető. Az atomerőműnél pedig vannak további nyitott pozíciók, akiknek felkeltette az érdeklődését, a leírásban megtalálja a részleteket a WhatsApp programmal együtt. Hazafele Pakson keresztül mentünk, meglepően rendezett és szép város, kifejezetten nagy élettel benne. Hogyha tetszett a videó, egy lájkot, feliratkozást megköszönünk, illetve ha nagyon, Patreon vagy Szuperköszi segítségével tudjátok támogatni a műsorunkat. Kövessetek be minket Instán vagy TikTokon további tartalmakért, sziasztok!